Jó reggelt kívánok! Az éjszaka nagyon jól telt. Jó, hosszú volt, kipihentem magam. Ha visszatérünk ide a 8-asra és megpróbáljuk a rugaszokat leküzdeni. Esett az eső, az éjjel jól lehűlt a levegő. Aztán egy jót tudtam aludni. A szél fúj, sötét van, látni való nincs. 4 órakor indítottam a napot. 5 óra 8 perc van, és elérkeztünk a 8-ason, a 99-esig, ahol is irány München elkerülő ring. Eső és borongós időnk van, 14 fok. Be van borulva rendesen, lehet, hogy végig este fog. De hát nem gond, mert nagy valószínűség szerint a mai nap az csak a menésről szól, nem fogok lerakni ma, nem hiszem, hogy odaérek, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, mennyi dugaszunk lesz, hogy tudunk haladni. Most egyelőre fölkonkorodunk a 99-re, és elkerüljük München. Elmegyünk egészen a 9-es számú pályáig. 99-esen itt a útépítésnél fordulunk rá a 9-es számú autópályára. 5 óra 30 perc van. Lehetne egy kicsit finomabban vezetni? Ó, hányos vagyok. Nagyon fúj a szél és esik az eső. Az időjárás jelentés, de hát ez a autóban egy jó idő van. Fölveszünk a ritmusunkat. Belecsatlakozunk a 9-es pályába. És aztán megyünk egészen a 73-asig rajta, ahol aztán rákanyarodunk egy picit a 3-asra. És onnan pedig fölfelé megyünk tovább a 73-ason. Érkeztünk a szétválasztóhoz, 9-esen. Lassan húzolj, jobbra. Mindig jobbra tartva. Teherautó felhajába gurulunk majd lefelé. Hát, az idő az aztán nagyon tudar, szakad végig az eső. Miért aztán csökkenti a látótávolságot. Egyébként nem akarnak semmi, csak szórakoznak, és mindent benne néznek, hogy nem tudnak. És akkor gratulálok, mint amikor a csiga mama egy extrém nagy tojást tudott. És akkor megint hozzám TV, egy riporter, hogy beszélgetsz, és hogy csak hát nem tudom, nem tudom. Nagyon sokat gyakoroltam rá, és akkor egyben nagyon tojások, hát nem is tudom, hogy mekkora tettek, gratulálok. Oda megy a riporter a papashoz, hogy hát a kedves papa, hogy most mit fog csinálni, mi az első, amit csinál. Szétverem a struccofányra. Most fogunk most gurulni lefelé, nem tudom, hogy mi fog láncolni a tájból, mert
mert az eső az nagyon korlátozza a látásviszonyokat. Na és akkor itt a panoráma. Mondom, az esős időben nem tudom, hogy sok minden látszik el. Azért szép. Most, hogy kialakultál. Itt pedig leérünk ide a völgy aljába. Már mehetünk is tovább, irányunk Nürnberg. Még ott állhatunk. Gyönyörű időnk van. Szakad az eső, mint a Dézsával öntenőt. Köszönöm, hogy kilométer teszünk még meg itt a 9-esen. Most már megpróbálunk valahogy átvergődni a 73-asra. És akkor itt most balra tartunk a 9-esen, rátérünk a 3-as számú pályára. Te most mit csinálsz? Éppen rákanyarodunk, hát az leső az szakadatlanul esik. Akkor megkeressük a 73-as számú pályát. Nagyon szépen elmegyünk a 70-esen, mindenképpen. Elértük a 3-ason a 73-ast, úgyhogy itt elkanyarodunk jobbra. Irányos megyünk a 70-esen majd. Most egy picikébe elmegyünk jobbra. Úgy néz ki, mint arra már világosodna. Tehát majd meglátjuk. Nem sokára kiállok egy 3-4-re, mert 45 percet pihenőre. Úgy döntöttem, hogy 3 etapba csinálom meg ezt a feladatot, mert akkor lehet, hogy elmegyek a végig. És ha szerencsém lesz, leszednek, ha nem, akkor ott lesz az éjszaka, aztán majd holnap leszednek. Semmi gond. Szépen beleolvadunk a 73-as forgatagába. És akkor most kodródunk az árral.
Elnézek én ebbe a pihenőbe. Ahelyett, hogy itt eltöltünk egy 45-öt. Az a biztos, azt utána majd nyugodt körülmények között megyünk tovább. Ott éppen egy tau van. Tárgyabb közöttem. Megállunk itt mögöttük, aztán eltöltünk egy 45-öt. Pihenő idő lett, tehát nekiindulunk, beállunk ide, van egy kis tau itt előttünk, de nem baj. Parkolót. Egy sávra szűkítik a járást, ezért aztán tau van. Ez a sáv, hogy tudom majd egyet befelé. És aztán 22 km múlva rákanyarodunk a 70-es számpályára. Hagyjuk le az autópályáról, hagyjuk! Hát elhagyjuk a 73-as, rákanyarodunk a 70-es számpályára, ami elvegyünk egészen a 7-es számpályáig. Kérhetek valamit? Hogy nem vennél egy másik GPS-t? Lehet az asszonynak, vagy bár mindegy. És hogy esténként nem raknál bennünket egy másra? Ó, oda néz, egy csík fákból! Belecsatlakozunk a 70-esbe, és megteszünk rajta 65 km egészen a 7-es számú pályáig. 70-es számú pályát is el fogjuk hagyni. Rákanyarodunk a 7-es számú pályára. Ami első körben megteszünk majd 160, már durván 150 km. Na most hajtsunk le az autópályáról. Irány Kasszer Fulda. Irány a 7-es számú pálya.
besorolunk szépen, aztán megyünk rajta 170 km, egészen a 44-esig. Kasszel környéken. Öt hét felújításhoz érkezünk. Szép lenne ez a táj, hogy jó veszélyre lehetne látni, de hát sajnos az eső jön ilyen. Csinálom meg a történetet, mert lehet, hogy kell hozzá a 10. óra is, hogy odaérjek, hogy holnap időmből csak a második lerakó legyen meg. Mert aztán úgyis fordítanak vissza, és nem tudom, hogy meddig érek. Én gondoltam, hogy már szombaton meg tilalomban bizonyos szakaszokon Németországban. Ez már elsője, és elsője, és beindul ez a nyári tilalom. Ami abból a szempontból is rossz, ugye, hogyha 45-ösre valaki kiküldtek valakit, hát akkor bár, hogyha átmegy azokon a részeken még szombaton vagy pénteken, akkor szombaton azért tud még haladni. Na mindegy, ez az én elmékedésem volt. Mert ugye a lényeg az a történetnek, hogy szombat délig menjen az ember, mert akkor utána nem lesz hétfő reggelig meg a 45-ös, és ugye a 45-ös nem szabad eltölteni autóba. Ha már 44, akkor az már 24-esnek minősül, és akkor itt már azt eltölthető autóba. Na mindegy, robogunk szépen tovább, megyünk, haladunk. Itt egy völgyhíd, jó magas, jó hosszú, majd egy kilométer, majd 100 méter magas. Nagyon szép, csodálom, hogy nem tettem magasabb falakat kerítést a széléhez. De volt már rá példa, hogy valahova tettek, ahol talán ilyen magas volt, lehet, hogy magasabb volt azért. Na mindegy, hát ennek a völgyhídnak is vége. Már mehetünk is szépen tovább. Kuldához érkezünk. Van egyszer egy csodálatos Kuldatál. Thank you.
ne fázunk, ne fázunk. Nagyon jó világ van. Száz kettő kilométerünk van vissza még itt a pályán. Hát valahol majd megállok, aztán majd egy óra múlva körülbelül kiállok pihenni. Meglátjuk, hogy meddig jutunk. Érkezünk az 5-ös 7-es kereszteződéséhez. Elállt az eső. Itt csatlakozik bele az 5-ös a 7-esbe. Még 58 km-t kellene itt megtennünk. Hát majd keresek egy arra alkalmas pihenőhelyet, aztán szépen kiállunk. Elméletileg még olyan 3 óra környéken utazási időnk van. És hát megpróbáljuk majd ezt teljesíteni. Azt hiszem, hogy ipari partnál van ez a cég. Nem voltam még itt, nem ismerős egyáltalán. És akkor ott megnézzük, hogy van-e hely. Van, akkor ott lesz az éjszaka. Most egyelőre megkezdjük itt a gurulást. És ha lesz valami érdekesség, akkor elhagyjuk a 7-es számú autópályát is, rákanyarodunk a 44-esre. Hajtsunk le az autópályáról. Hogy a fiúk tudnak valamit, hogy nem nagyon akarnak lekanyarodni. Akkor a dugasz lesz itt, nem tudom. Minden esetre az első adandó alkalommal kiállunk kimenni. Nem tudok hozzak valami kaját? Hát nyilván nem. Vagy szórakoztassalak, vagy tudok verseket. Jó, tudom, nem mondjak verseket, csak én még azért gondoltam beszélek egy kicsit, hogy mondja. Ismételten csak megérkeztünk úgy a tálhoz. Hetvenet kéne megtennünk, hát annyit nem fogok menni. 3 óra 15-össel vagyok, hát mindjárt kiállunk egy 45-re, aztán utána majd meglátjuk, hogy kell-e a 10 órás, vagy nem kell, vagy elmegyek-e addig, vagy nem. Ez majd a 44-esen az első pihenőhely. Itt van mi rögtön. Nézzük, hogy van-e hely, beférünk-e. Ah, nem úgy néz ki. Mindjárt
meglátjuk. Ő beállt oda. Megbeállunk ide. Hát egy 45-öt el tudunk itt tölteni simába. Nem kell hozzá a nagy inundálnom. Ennyi. Jó, már két tolatásból beljebb raktam most már. Ez itt marad, ez itt fog menni. Innen megyünk mindjárt tovább. Jó, hát elférnek tőlünk, úgyhogy nagy gond nincsen. Mi is ki tudunk állni, úgyhogy itt maradunk. Egy 45-ös. Hát ez a pihenő is letelt. Megpróbálunk innen kihatolni. Visszatérünk ide 44-re. Folytatjuk tovább az utunkat. Irány 33. Úgyhogy roboghatunk. Rámegyek a cégre, mert úgy néz ki, hogy 5-ig vannak, de hát nem biztos, hogy lerakna, meglátjuk. Ha nem, akkor elszúrtam egy 10-es. De ha leraknak, akkor viszont szerencsém van, mert akkor át tudok menni a következőre, ami 40 perce van oda. Úgyhogy most ezt megpróbáljuk, hogy itt melyek nevet viszte. Odaadott a panoráma róla. Jó magasan vagyunk. Még 31 km, aztán térünk át a 33-asra. Ismét egy völgyhíd. Hát minden sok mindent nem látni, csak az erdőt. De azt aztán töménytelen mennyiségbe. Hát a pályáról meg dugasz volt. Döntöttem, hogy én nem várok arra, elég hosszú sor van. Interjú a szlovák rohamrendőre. Ön beszéli a magyar? Csak töröm. Talán így ki tudja kerülni egy picinkát. Hát áll végig a pálya, hát én ezt nem várom meg. Nagyon lassan arra szólnak, hát kíváncsi leszek rá, hogy lesz ez így. Meglátjuk. Azt írta a navigáció, hogy 10 perc különbség, meg 2 kilométer, tehát semmi. Na, haladunk itt, aztán majd. Hát itt nem sokára balra fogunk menni. Hagy oldjam ezt meg standard GPS-ben. Kingsőbb balra. Hoppá, figyel az esmény.
balra megyünk. Te most mit csinálsz? Gyakorlatilag a távolság nem sokban különbözik, nem sokban tér el. Itt most legalább haladunk, nem ott ácsorgunk a sorba. Ki tudja, hogy ott még van több, még települést is találunk. Ez pedig Ussen. Szerintem ide se jutottam volna el, hogyha nem nincs ez a terelés. Rendes kis nyugodt település. Mi meg most itt megzavarjuk. Ó, milyen jó focipályájuk van. Templom is szép. Na, a buszjárat lehet, hogy ez város. Eladjuk Huszent. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Dobra, na így jó. Hello, szép fiú. Mindjárt jobbra. Itt is egy szép település, itt is egy szép templom. És itt már mutatja is nekünk, hogy az autópálya merre van. Mi arra fogunk menni. Jobbra. Néztem egyébként, hogy hát szinte távolságban... Mi ez a szar zene, amit hallgatsz egyébként? Távolságban ugyanannyi, nem egy nagy durranás. Itt inkább csak az, hogy itt nem tud az ember végig 80-nal menni, mert települések is vannak. Úgyhogy ezt is elhagyjuk, és a következő Englarn 1 kilométer múlva. Csöndes kis nyugodt település lehet ez, ha nem jön át rajta a kamionforgalom, mikor le van zárva az autópálya, vagyis mikor stau van benne. Wevelsburg következik 11 km múlva. Majd jövök. Van itt egy kis bőrcsavarodás. Ehhez túljutunk, akkor talán már. Ah, majd nincs is messze pálya. Hát itt van mindjárt. Új
hogy szeretnék ázsiainál dolgozni. Mindjárt jobbra megyünk. Így van. Itt elmegyünk jobbra, és már megyünk is le a pályára. Már is rácsültünk a 33-ra, kihagytunk a 44-esből egy kis csücsköt. Menjél jobbra. Nézd, a sebességhatárokat azért tartsd be, de vegyük figyelembe, hogy gyakorlatilag ma már nem fogsz odaérni. De jó, de hogy ezt így tervezted, tényleg? Most mi lehet, hogy igazán van? Tudom. Nézem a papírot. Azt mondja, egyébként azt szokott-e még előfordulni, hogy fejjel lefelé. És akkor nem arra. Tudod, mert én így relatívan számolom, hogy menj balra, meg ilyesmi, hát mert hogy ezt kell mondani. És akkor azt nézem, és akkor... Konkrétan ez a busz ott előzött meg, úgyhogy körülbelül olyan gyorsan jöttünk át itt most, mint ahogy a busz jött erre körülbelül. Na, letérünk a 33-asról is, irány a 2-es. Ne gyűjjünk el a nép között, menjünk le az autópályáról. Irány Dortmund. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! Mi a kannibál gyerek kedvenc sütije? A tért kalács? Na jó, oké, oké. Besorolunk, aztán megyünk a 2-esen is, 25 kilométert. Hát erre kíváncsi leszek, lehajtunk az autópályáról. Hajtsuk le az autópályáról, mert hány fokok? Megnézzük, hogy mi újság van erre. Persze, csak hülyéskedek. Arra kell majd menni mindjárt, de még nem. Jobbra majd máskor megyünk, most balra. Gyártmány vagyok? Hát hogy ne lennék az? Hát majd nem sokára jobbra megyünk. Ezen a Csiribiri úton ezen már jártam egyszer-kétszer. Az a pláneben, hogy nem most nincs idő sokat umálni. Jobbra, jobbra, jobbra! Nem vagyunk kitiltva. Na, kicsit csitulnak a hullámok, én azt gondolom, hogy ezt a főutat, ami vagyunk, ha már rájöttünk, akkor kövessük. De ha megtörik, vagy esetleg Y alakban elágazik, akkor a jobbos. Inkább úgy döntünk, jó? Tehát kövessd a főutat jobbra. Jó, úgy lesz. Jártam már erre, ezt körülbelül tudom, hogy hova visz. Na mindegy, menjünk aztán meg. És akkor itt a főút végén megérkezünk a kereszteződéshez, amiből jobbra fogunk elmenni. Kövesd a főutat jobbra, most ez van, azért van ez, mert lehet, hogy balra is van valami, de az bennünket nem érdekel.
kövesd a főutat jobbra, tehát mondjuk ne balra. Meg tudnál állni, bici? Kösz, jobbra megyünk mindjárt. Az a szerencsénk, hogy a 41 tonnával vagyunk kitiltva, és hát mi nem vagyunk 41 tonna. Az lenne jó, ha jobbra mennél. Mi lenne, ha drámaian mondanám? Körforgalom jön! Ez inkább idegbeteg. 16 kilométer és megérkezünk a lerakóra, az első lerakóra. Nem biztos, hogy le tudok rakni, de megpróbáljuk. Lehetetlen. 2,9-re már rá tudunk térni a 30-as számú pályára. Legalábbis úgy gondolom. Nem sokat teszünk meg rajta, de majd meglátjuk. Hajtsunk le az autópályáról. Na, megjöttünk a 30-ashoz. Most szépen lehajtunk róla. Ez az, Bubi! Nyomja neki! Akarsz csinálni egy 300 ezer fölötös számlát? Még 10 kilométerünk van. A lerakóig. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Arra bizony, csak itt van egy rövid kihajtónk. Nagyon rendesen beengedtek. Megteszünk 2,1 km. Menjünk le az autópályáról. Valami másodrendű úton szedjünk fel egy nőt, és hát... Már is hajtunk az autópályáról. Itt a település név az már a miénk az alsó. Oda kell mennünk. Azt nézem, hogy hát balra kéne menni, majd. Megnézzük. Azt mondta itt nekem az újság, hogy a személyautós parkolóban itt szembe. Leértem a térképet, de szerintem balra. Irány balra. Nem szép ez az autó belül. Most komolyan, én jobban szeretem a bőrülést. Mennig Düffenbe érkeztünk. Ha enged minket, lehet, hogy voltam én már itt, csak nem emlékszem rá. De ha közelebb érünk, akkor lehet, hogy beugrik, hogy hol is vagyok. Egyébként átszeljük a települést.
és abban bízom csak, hogy ott esetleg már maradám még egy olyan jó 40 percem a 10 órás vezetési időből, úgyhogy addig tudunk találni parkolót vagy pihenőhelyet magunknak. És engedett minket. A távolság egyre csak csökken. Hosszú egy település, ám ez még nem lesz vége. Meg 4-5 kilométer múlva megérkezünk. Ez még mindig a település. Az pedig majd egy ipari park lesz, ha minden igaz. Most hagyjuk még csak el a települést. Megyünk 3 kilométert. Most van 15 óra, hogyha netán addig találkoztak a kormányége. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Tehát a 15-ig dolgoztak, akkor most járt le a műszakjuk pont, tehát akkor már nem szednek le. Tengernek beérkeztünk.
kilométer. Elhagyjuk tengen, és most már a mi településünkön 2 km múlva. Na, nagy valószínűséggel itt mindjárt jobbra fogunk menni. Méter múlva és meg is érkezünk. Hát... Az első utca utáni utcán jobbra fordulunk. Most utána már ott is vagyunk. Ha? Igen. Valahol itt kéne nekünk bemenni. Itt van olyan cég. Igen, ott van, megnézzük. Igen, jó. Megjöttünk. Kérem szépen, megjöttünk. Lerakás vége, indulás van. 34 percen van még vissza a 10 órás vezetési időből. Addig kellene keresni valami parkolót. Megyünk a pályára. Az egészre van 30 kilométerünk, Isten igazából, hát csak meg lehet azt csinálni 34 perc alatt. A rózsa bimbó lehet ég. Megnézzük. Most itt vesztünk vele semmi. Érkezünk tengerbe. Egyébként azt hiszem, hogy tenger végénél, a voltnál én láttam egy ilyen beállót, és az, hogy felvén tudja betenni az ember oda az autót, de szerintem működőképes lenne, ha nagyon azt akarnánk, hogy itt álljunk meg.
hát elhagyjuk engem. Itt néztem ezt a fordulót. Aztán itt is meg lehet állni, ahogy elnéztem. Na mindegy, menjünk ezt megpróbáljuk, ha lehetetlen, hát ha sikerül, hát ha összejön. Lényeg föl a pályáról, megteszünk 19-et, úgyhogy ott tudunk röpülni, ott nem érdekes a perc. És még csak település. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mennénk, mert én végül is egy viszonylag strapabírótokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. A navigációk ugye úgy számolnak, hogy amennyi az adott útra megengedett sebességhatár, azzal számolja ki, hogy mennyi időt vesz igénybe az út. Úgyhogy egy icipicit lehet ott csalni, hogyha mondjuk 50 helyet 52-vel megy az ember, ha 70 helyet 73-mal, és akkor ott is azért egy pici időt össze lehet hozni. Én is beállítottam most a tempomatot 51-re. Ugye nem 50, ugye? És akkor már nyertünk egy kis időt. És attól függetlenül azért nézegeti az ember a helyeket, hogy hol lehet esetleg megállni. Mert azért ha előbb megállok, azzal nem történik ám baj. 15 óra. 40-nel indultunk el onnan, hát egy 40 perc alatt lekapkodták a cuccost. Papírt megkaptam. Most már mehetünk is. 2,5 kilométer, aztán megyünk a pályára. És a trükkje a dolognak az egyébként, hogy amikor már megy az ember a lerakóra, már akkor forog a feje, aztán keresi a majd a ilyenkor, amikor megyünk a másodikra. Tudom, hogy a második ipari parkban van, de nem ismerős nekem valamiért. Nem tudom, hogy ott lehet-e éjszakázni. És aztán így inkább megállnék valahol előtte. Pláne így, hogy ugye annyira ki van számolva az idő, hogy mondjuk egy 10-est előttem, de legalább ott leszek a cégnél. Mármint a számítana valamivel, bár sose tudja az ember, mert ha most attól függ, hogy most haza tudok-e menni mondjuk szombaton reggel, mondjuk a lambaki járattal, akkor jó, hogy megcsináltam. Ha nem, akkor teljesen mindegy volt, de a próba cseresznye. Én úgy szoktam vele lenni, hogy én megteszek mindent annak érdekében, hogy tőlem ne függjön a dolog, hogy most azt nem mondhassam, amikor mondjuk egy szombati hazamenetel helyett mondjuk benn kell telephelyen hétvégéznem, hogy nem tettem meg mindent, és az miatt maradtam le, hanem inkább az, hogy én megteszek mindent, és hogyha lemaradok, akkor az nem az én hibám. De ezt majd meglátjuk. Úgy látom, hogy itt most nem érjük el a zöldet, mert akkor állnak meg ott szembe, amikor ennek előtt meg kellett volna történnie. De mindegy. Köszönöm neked, hogy megtetted. És ugye súly sincs annyi rajtunk, talán könnyebben is röpül a pariba.
talán az ilyen kigyorsítások nem vesznek el sok időt. Mondjuk lámpákat ilyenkor nem szeretem. Nagyon óvatosan kell és nagy felelősséggel az embernek ilyen szövegeket mondania, ha az ember navigáció tulajdonképpen, mert ha most azt mondja, jobbra, akkor elrántod a kormányt, és meg fogsz ölni 5 járókelőt minimum, amitől részben ugye az ő életük gyökeresen megváltozik, másrészt pedig téged sétre várnak. Tehát, hogyha úgy mondom, hogy jobbra, akkor elkezdesz kanyarodni, az nem jó. Mindjárt jobbra. Na így jó. Igen, mindjárt jobbra megyünk. Megyünk fel a 30-as pályára. A második utcán jobbra fordulunk. Itt már csődünk is jobbra, megyünk fel a pályára. Látod a lehetőséget? Jobbra. De, nézd oda! Itt én már voltam. Ha, komolyan. És akkor fölmegyünk, megteszünk rajta 18 kilométert. Reméljük nem lesz dugó, és akkor minden rendben lesz. Hajtsunk le az autópályáról. Hajtsunk le az autópályáról. Húva. Mentől jön. Újra tervezzek? Á, nem, csak vicceltem. Balra kell majd menni. A tűzoltó nem is ment, most nézem, hogy lehet, hogy... Látom, hogy nagy gebasz van. Hát mi nem arra megyünk. Balra kell menni. Na, azért csak kanyarodtunk, valami nagy nehezen. Töltőt nem kapok, csak kérdezem. Ez az egyetlen örömöm, amikor én... Akkor van most 3 kilométerünk a célig. Követjük a főutat, jobbra utána. Milyen főutat? Jobbra majd máskor megyünk, most balra. Majd utána követjük a főutat, jobbra, Olli. Az más. Simon mondja, kövesd a főutat jobbra. Ó, de jó. Láttad tegnap Dr. House-t? Kamion jön szembe, akkor jó felé jövünk. Ó, de rendes meg is áll. Köszönöm, uram. Kilométer múlva megérkezünk az ipari park részre. Aztán nem nagyon foglalkozom semmivel, csak azzal, hogy parkolót keresek. Elméletileg megérkeztünk.
arra kéne mennünk. Hát de én itt jobbra fogok menni, már nem csak. Nem megyek én itt jobbra. Aztán azért, mert itt vannak ilyen kocsibeállók, és én itt szépen meg tudok állni. Aztán nem tudok megfordulni, akkor bajság lesz. Ó, hát itt hátul is állnak már. Akkor már jók is vagyunk. Van itt hely, kérem. Hát ennél jobb hely nem kell nekünk. Még van 4 percem, az pont elég arra, hogy megforduljak és egy ilyen helyre beálljak. Most már is készen vagyunk, megjöttünk. Nem is biztos, hogy frosztrizok én tovább, itt fogom magam, azt ide beteszem magam, és én itt jó helyen leszek, úgy gondolom. Legalábbis az időmet nem akarom tovább pazarolni, megnézem, hogy mi újság van. De szerintem itt maradunk éjszakára. Ez nekem itt tetszik. Egyelőre megjöttünk. Körülnézek, aztán kérem, elmentem, megnéztem. Tökéletes helyen vagyunk itt, ahol vagyunk. Itt lesz a nap vége. És 2 perc hiány 10 órás vezetési idővel ideértünk a második lerakónkra. Itt kezdünk holnap, köszönöm, ha ma is engem választottatok. Mindenkinek minden jót kívánok, jó egészséget, a béke legyen veletek és szereteitekkel, és akkor holnap itt folytatjuk.